Na, sziasztok! Robin vagyok, és most elkezdjük ezt a Star Wars Empire at War. Hú, gyerekkoromban nagyon sokat játszottam vele, de már el is felejtettem. Most kipróbáljuk, hogy milyen is ez a streames játék, mert ugye régen nem streames játék volt. Ő egy kicsit a hangot... úgy lesz. Így. Azért legyen, de ne akkora. Jó. Back. És hát tutoriált, mert már nagyon régen nem játszottam vele. Úgyhogy egy kis frissítés. Hát rebellisekkel, ugye ez a tutoriál 1. Úgyhogy frissítsük föl a játéknak az élményét, vagyis hogy a, hogy hogyan is. Star Wars, Empire at War. Your goal in this game is clear. Take control of planets. Conquer the Star Wars galaxy and become the ultimate galactic commander. You have the ability to command everything from individual troops to starships and even the mighty Death Star as you fight on the ground, in space, and across the entire galaxy. How you do it is up to you. Will you repeat Star Wars history, or will you change it forever? Na, most itt vannak ezek a bolygók, ugye? The time to decide is now. The Empire is launching an assault on the rebel base on Kashyyyk to prepare you for the challenges of conquering the Star Wars galaxy. We are going down to the surface of Kashyyyk to show you how to take command of your land units to repel this invasion. Na, úgyhogy itt vannak ugye a földi, a Wookieknak az otthona. Imperial forces have detected the rebel presence here on the surface of Kashyyyk. You will need to gather your troops and defend the Alliance base on this planet. Na. To accomplish this, you must command ground units, like these rebel soldiers who are currently on patrol, to eliminate the enemy invaders. But before you begin, it is critical that you also understand how to use the command bar. To view the entire battlefield, use the mini-map located in the bottom left corner of the screen. Mm-hmm. Friendly units on the mini-map are displayed in green, while enemy units are red. The highlighted buttons represent advanced movement options, which are not covered in this tutorial. Please refer to the manual for a detailed description of their functions. Select the rebel soldiers by left-clicking on them. Whenever the unit is selected, an icon for that unit will be displayed on the command bar. You may view the status of your units, or activate special unit abilities from within this area. Be advised, the last transmission we received from the Lost Patrol Squad came from a position near your current location. They can't be far from here. Let's find them. Use your squad to search for the Lost Patrol by selecting them with the left mouse button and then right-clicking on the location where you want them to move. You can review mission objectives at any time by selecting the Mission Holocron option located on the command bar. Ezeket lehet így a missziókat megnézni, és akkor bal klikkel kijelölöm őket, és gondolom ide a jobb gombnyomással, egér gombnyomással ide lehet, és nézzük meg az egérnek a görgőjét. Ennyire lehet holding down the left mouse button and dragging a box around them. You can select several units or your whole army this way. Locate the jamming device by exploring the surrounding area with these units. Na most van két csapatunk, és láttátok, hogy a görgővel milyen szépen közelre el lehet vinni, és jobb-klikkel azért kövessük őket, nehogy egy ilyen ébe fussanak. Itt vannak a Wookiek. És akkor ki kell lőni ezt. Puff.
your selected troops to the rebel base. You can give them movement orders by right-clicking directly on the battlefield map. Most mondja, hogy jobb klikkel lehet kijelölni, hogy merre menjenek az embereim, és akkor megyünk a bázisunkra. Bástyákat építünk a bázis megvédésé érdekében. Itt a radarállomásunk, ez pedig ez a bázis. Armor, az kell. Na az a lényeg, hogy szintezem a... Ú, jönnek! Ó! Ez az... Hoho! Na, úgyhogy ezeket szépen leamortizáljuk. Oha! Ez a szépen a rakétások elintézték a két. A rakétások teljesen megsimisítették a... Megint csak cinematic. Ja, majd csak. Aha. Note that every reinforcement point has a limit to how many units it can accommodate. Denoted by the number. Ja, hogyha zöldre változik, akkor az már a miénk lesz. Most van jó pár katonánk, ugye? Nézzétek csak. És ugye itt van az utolsó bázisuk az ellenségnek. Nem sokan vigyáznak rá, úgyhogy ezeket így megtámadjuk őket. Ó, jött még. Ez az. Lőjetek, ez az. A rakétások nagyon jó. Nagyon szépen aratnak. És az ő segítségükkel nagy győzelmet. Retreating allows you to save your units from certain destruction whenever you're faced with overwhelming odds. Remember, you can always return to a battle later with additional units. Select the retreat button on your command bar to take your remaining forces and regroup them on another planet. Visszavonulás? Ez lenne a visszavonulás. És akkor van 4 másodpercem, és na, úgyhogy ennyit elkaszáltunk, és nálam nem volt egy vesztése. Na, ez jó volt, ez volt az első part. És akkor most lesz a második rész.
ahol folytatjuk. This view allows you to manage the... Good work. I'll transmit the system coordinates for Bothawi to you now. Stand by. System control achieved. There it is. Direct all fleets located on Kashyyyk to move to Bothawi. The main alliance fleet should be in sight. Ja, hogy bal gomb lenyomva tartásával ide áttehetem a gyalogságot. Jó. Ezek a földi. We'll create a single fleet that is larger and more powerful. To combine your fleets, simply drag and drop one fleet icon onto another. Mission log updated. Nézzük meg, hogy hogy ezek beszálltak. I am relieved to see that you survived the Empire's assault on Kashyyyk, but our situation is still dire. You are all that remains of the forces there, and we have no other resources to draw upon. As you can see, the Rebel Alliance currently controls Bothawi. The Bothawi system is providing us with a modest credit supply. But if we are to withstand another attack from the Empire, we will need to find additional sources of pins. To obtain more resources, it will be necessary for you to claim another planet. Capturing a planet will increase the total number of credits that you collect at the end of every galactic day. Mm-hmm. It will also increase the total number of units that you can support. Roboth is currently unoccupied. This means that it should be an easy planet to capture. Begin the process of capturing Ryloth by moving your forces into orbit above Ryloth. Mission log updated. Minden egyes ilyen bolygónak az elfoglalásával növekszik a pénzemnek a napi plusz bevétele. És akkor ezt az űrhajót ide fogom vinni, és ez lesz a következő bolygó, amit elfoglalunk. Your forces must occupy the surface of a planet in order to capture it. To do this, simply move your fleet into the ground slot located near the center of the planet. Ezt ide rá kell húznom, és akkor kezdődik a elfoglalása a bolygónak. Planetary control achieved. Let's take a closer look at Ryloth. To access a more detailed view of a planet, select the megnőtt napi növekedés. Mission log updated. Akkor itt nem nagyon kellett csatáznom. Itt van a küldetés. És akkor... Ó, lehet... Building a barracks will provide you with basic ground defenses, as well as the ability to recruit infantry units. Lehet görgőkkel menni. Then, build a barracks by clicking on the barracks icon. Mission log updated. Az van, hogy görgővel, az egér görgőjével miért vibrál ennyire a bolygó? Biztos radioaktív. Nézzük csak. Most nem villog. Jó. Akkor azt mondja, hogy egy ilyet barakot kell, ahol tudod gyártani gyalogosokat. Building started. Így van. De szemrontó ez a vibrálás. Na, itt van a barak. De rossz ezt nézni. Azt a mindegy. Na mindegy. Ez van. The surface of the planet. Since you have built a barracks, you now have the ability to create more ground units. Switch to ground production mode by selecting the ground production tab.
Then, recruit two Rebel infantry squads by clicking twice on the Rebel infantry icon. Mission log updated. Na, akkor gyalogosokat készítünk. Kettőt. Reporting. És minden egyes ilyen egység, az azt hiszem ötből áll, vagy ahogy láttuk, hogy... Na, azt mondja, hogy... Űrállomást fogunk csinálni most. Na nézzük. Űrállomás. És megvan. Ó, vannak itt vadászgépek is. Now that you have created a fully operational space station, you have the ability to build ships. Switch to space production mode by selecting the space production tab. Then, build two X-wing fighter squadrons by clicking twice on the X-wing fighter icon. Mission log updated. Erre kettő egységet kell. Vehicle in production. Egy megvan. Squadron reporting. És még egy. Na, meg is vagyok. Click on the zoom icon located on the command bar. Mission log updated. Whenever you capture a planet, you will be rewarded with credits. Credits can be used to purchase new units, structures, and upgrades. You will receive money from all of the planets under your control at the end of each galactic day. The more planets that you control, the more credits you will receive. Unlike the Empire, we do not prey on other systems to support our cause. Instead, we prefer to acquire the bulk of our tactical resources in a way that undermines the Empire itself. Ezek hogy vibrálnak? Our spy network provides us with the advantage of being completely aware of all Empire-controlled systems within the immediate area. A smuggler on Bothawi has agreed to support our cause. And can be deployed to Nalhutta. Direct our smuggler to siphon credits from Nalhutta. Mission log updated. Na, azt mondja, hogy hát a Han Solót azt. Smugglers are spy units that can be used to increase your credit supply without the need to capture planets. A smuggler is available on Bothawi because a cantina is present on this planet. To steal credits from the Empire, drag the smuggler unit to the steal credit slot on Nalhutta. Mission log updated. Jó, akkor ezt a... Han Solót. Ezt ide rakom, hogy lopjon pénzt nekem. Így megnövekszik a plusz pénz. Since we acquire our resources in ways that undermine the Empire, we will need to get technology advancements from the Imperials. These droids should be able to assist you in this task. Na, itt vannak a droidok. Gains new technology by stealing it directly from Imperial planets. Move R2-D2 and C-3PO to the steal slot on Nalhutta to steal technology from the Empire. Hogy lopjon technológiát, ő R2-D2 és C-3PO, ide húzom őket. Hover the mouse cursor over any item that you wish to receive detailed information for, and a tooltip will be displayed. Choose a technology to steal from the Empire by selecting it from the available list. Hú, ez jól néz ki. All possible technology options, they will advance to the next technology level. Tankokat lehet ezzel? Hú, mit lopjunk el? Vagy védjük meg? Tank. Jó, akkor legyen ez. Construction options available. Good. We must also improve our hold on Bothawi by constructing defensive structures. A power generator will be built automatically for any structures that require power to function,
including base shield generators. Remember, you can zoom in on a planet to see any units and structures that you may have built. Mission log updated. Na, akkor csinálunk egy ilyet. Yeah. Védőpajzsot. Shield generator constructing. Construction complete. Jó, meg is van. We should take steps to reinforce the neighboring planet of Tatooine. Unfortunately, the space above Tatooine has been blockaded by an Imperial fleet. So we will need to make use of a raid fleet. Unlike normal fleets, raid fleets do not initiate space combat on enemy systems. Using raid fleets allow us to reinforce or assault systems which are blockaded by enemy fleets. The Rebel Alliance can use raid fleets to bypass space battles within enemy territory by moving directly to a planet's surface. This allows the Rebel Alliance to reinforce friendly planets blocked by enemy space units, or even capture undefended enemy planets. Create a raid fleet using some of our newly recruited infantry, and reinforce the defenses on Tatooine. To access a more detailed view of a selected planet, click on the zoom in icon located on the minimap. Mission log updated. Create a raid fleet by dragging the ground. Tudom, hogy zavaró, de hát nem tudok mit csinálni. To move a unit into orbit, simply drag and drop the units to the desired fleet position. Mission log updated. Ezt ide rakom. Mission log updated. Jó. You will now need to bypass the Empire space units positioned above Tatooine. To do this, simply drag the Rebel raid fleet from Bothoe to the raid slot located on Tatooine. This will place the infantry units directly on the surface of Tatooine. Mission log updated. Na, akkor ezt csapatot ide helyezem, Tatooine-ra. On my way. Na és most jön az invázió. Igen, most lett vége így a második részének a tutoriának, úgyhogy most folytassuk a harmadikkal. Let's examine another conflict. This time from the perspective of the Empire. In this case, the Empire faction is attempting to eliminate a Rebel space station located in orbit above Kashyyyk. An Imperial peacekeeping envoy deployed to Kashyyyk was assaulted by an unusually organized dissident group. This warrants our full attention. I'm sending you to investigate a derelict space station being used as a haven by these rebels. Ja, most nem is a lázadókkal vagyok. Azért furcsáltam. Hirtelen 06. Moving a fleet into orbit above an enemy planet will initiate a space battle. Mission log updated. Na, akkor ezt behúzom oda. Location confirmed. Tactical battle imminent. Ó, taktikai harc. Oké, legyen. Kezdődjön. Itt vagyunk. Van egy ilyen kompom, és van négy. Escorted by an Imperial officer on this mission. This officer will provide you strategic advice from the safety of his shuttlecraft. Welcome to the front line. We've pinpointed their base of operations and are standing by. Our orders are to eliminate this station by any means necessary. We will need to navigate through this hazardous terrain to reach our destination. Stay away from the asteroid fields and stay alert. This area is ripe for an ambush, and we can't afford to take any losses. Follow me. Jó, akkor kövessük. And then issue a move command by right clicking on the desired map location.
ugyanúgy, mint a karaktereknél. Követjük a kompot, úgyhogy kijelöltem ugye a bal egérgomb lenyomásával, folyamatos nyomásával. These fields do not damage ships, but they do disable the use of unit abilities, such as the power to weapons ability. Vigyázni kell a köddel, mert ott nem tudnak lőni, abban vannak az űrhajók. Most az X-szárnyúakat kell. Select your Tarkin cruiser units, then click on the power to weapons ability icon located on the command bar. Na, az X-szárnyúakat kilőttük. Shield status is reflected by a blue bar on a ship's health meter. Shields regenerate over time for most space units. Hull status is reflected by a green meter. Unlike shield damage, hull does not regenerate over time. If a ship's hull is destroyed, the ship will be destroyed. A kék szín az a... Okay, let's move out. Follow me. A kék színű az a pajzsunk, és a zöld pedig az életünk. Heading out. Az űrhajóknál. A kompot kell követnünk, és megvédenünk minden ellenségtől. És hogyha találunk, már pedig lehetnek. Let's move out. Let's go. Keep going. Ott vannak. Destroy the hard points on larger ships and space stations to disable critical parts like weapons, shields, and engines. Only units with torpedo projectiles, such as bombers, can attack hard points on a ship or structure while the shields are functioning. Ez a orvos. Menjünk egy kicsit közelebb. Hú, és vannak ilyen... Nem sok élete van. És itt van a vége. Puff. Hát szétesőben van. Hát, fölrobbant, szétesett. Hú, és azt látom, hogy majdnem az egyik hajóm az megsemmisült. Hát igen, kell még több űrhajó. Úgyhogy kell erősítés. Szépen nő az élete. Na akkor. Smaller units, such as fighter squadrons, can be selected by clicking on either the squadron icon or on the individual units. Erősítés kérnék. Ó, van itt egy ilyen.
Még egyet. Na, így van. Ó, és bombázókat is tartalmaz ez az űrhajó, ez tök életes. Mindenképpen el kell kerülnünk ezt a felhőt. Szerintem te csak maradj ott, és itt lesz. Hoho. Approach the station with fighter squadrons to draw its fire and use other units to eliminate the remaining hardpoints. Frequency open. Roger that. Enemies in range. Acclimator ships contain TIE fighters and TIE bombers, as well as the power to weapons ability to help you destroy the Rebel space station. Bombers standing by. Target the lasers. Lelőtték a izért. Jó, hát... Hát ezek szerint... Nem tudom, hogy miért defeated. Én megnyomtam a retreat. Hát ez a jól el vagyunk. Én megnyomtam, érdekes. Küldetésből nem tudok kilépni. És látjátok, hogy nem nagyon akar még az élettese. Nem követtük a... Ez volt a gond. És mi van akkor, hogyha... Ez elég furcsa helyzet.
Hát és... igen. És hogyha egy Enter gombot nyomunk, vagy... quit game, akkor teljesen ki fogunk lépni. Mindegy, lehet, hogy újra kell indítanom mindent, mert valahogy nem jött össze így a dolog, ahogy láttátok, nem hiába írtam azt, hogy defeated, jó, oké, ilyenkor újra kellett volna kezdeni a játékot. Hát, csak ez a lehetőség van. Ha elmegy a játék képe, akkor ne aggódjatok, vissza fog térni. Ja, mégsem mente. Na akkor tutoriál. Ez megvolt, ez is megvolt, most egy Empire-es volt. Akkor folytassuk újra. Biztos valami így... nem tudom mi volt. Oda volt írva egyébként, hogy kövessük az Officer-t. Let's examine another conflict. This time from the perspective of the Empire. In this case, the Empire nem lehet skippelni. Tök jó. A rebel space station located in orbit above Kashyyyk. An Imperial peacekeeping envoy deployed to Kashyyyk was assaulted by an unusually organized dissident group. This warrants our full attention. I'm sending you to get a delivery. Addig is sok egyet. Valami itt elment. To attack the rebel space forces located above Kashyyyk, drag the Imperial fleet from Nal Hutta to Kashyyyk. Én gyorsabban is csinálnám, ha engedni. Mission log updated. Na, végre. Advancing. Puff. Tactical battle imminent. Oké. Hajrá. Hát most újra csináljuk, de követnünk kell mindenképpen őt. Most sajnos hallgatnotok kell még egyszer ezt a szöveget, nem tudom skippelni. De legalább rögzül. Úgyhogy a bal gomb lenyomásával ki lehet jelölni ezeket az űrhajókat. És akkor bárhova klikkelünk, ők oda mennek. Na most figyeljétek. Jó. Akkor elindultunk, és mindig őt kell követnünk. Vigyázni kell a felhőkkel. Nem rongálja meg ezek a hajókat, de viszont nem tudnak lőni. Ó, négy csapat. Már csak két csapat van hátra. Már annyi se. Jó. Ezeket gyorsan elintéztük. Tök jók ezek az űrhajók. De a másikak se voltak rosszak. Az volt a gond, hogy nem követtük a officert. Jó. Mi követünk. Ezek meg hova mennek? Jó? Csak kanyarodnak. De azt nem értem, hogy miért nem tudták követni, amikor úgyis mindenki együtt volt csapatban, azt nem tudom, de mindegy. Majd itt lesz két.
Moving. Vagy három ilyen csapat. Right away. Attacking target. Ó, azokat kell. Nem sokáig vagy. Szépen lelőjük. Hoppá! Itt vagyunk. Good. We will need reinforcements to commence with our assault. Deploy our reinforcement ships and bring more firepower to bear against that space station. Most kapjuk meg a erősítést. Reinforcements into a battle. Select the reinforcement button. Then drag and release the ships into space from the reinforcement window. Remember, reinforcements can only be released in open space, away from enemy structures and other hazards. Na, itt van. Double-click on any unit to select all visible units of that same type. Smaller units, such as fighter squadrons, can be selected by clicking on either the squadron icon or on the individual units. Na, itt van a két hajón. Ion fields are swirling clouds of charged gas and dust that can be found in space. Ez meg hova megy? These fields do not damage ships, but they do disable unit abilities and shield regeneration. Moving to that area. No, follow. Moving out. Awaiting orders. Heading out. Fall out. No, it less neck. Proceeding to coordinates. Hú, milyen gyors! Várjál, várjál, várjál! Be careful! This doesn't look like the work of space rabble. The shields on that derelict space station have been restored. Approach the station with fighter squadrons to draw its fire, and use other units to eliminate the remaining hardpoints. Confirmed! Oh, de jó! We're in position. Target sighted. Acclimator ships contain TIE fighters and TIE bombers, as well as the power to weapons ability to help you destroy the rebel space station. The lasers are our target. Small fighters are useful against space stations because of their speed and small size. Destroy the shield generator hardpoint for enemy ships and space stations to disable their ability to regenerate shields. This will make them more vulnerable to attack. Először a hangárt kell szétlőnöm. To view this battle from a cinematic perspective, select the cinematic camera option located on the command bar. Ezt is szétlövöm. Puff. A shield generator, ugye ez a pajzs. Pajzsát le kell szedni, a pajzsgenerátort. És így meg lett. We are victorious. Nézzétek, és milyen szépen szétesik teljesen ez a... Ó, na. És mi egyáltalán nem veszthetünk embert, ők pedig kettőt. Ez érdekes. Lenne többet. Szeretem le. Na mindegy. Jó, most lesz az utolsó, a negyedik tutoriál, és ezzel így a videót így most végéhez jutok.
ha ennek a végéhez értünk. Már megint vibrálnálhatta, nem tudom miért. Akkor nem vibrált. Considering that there is absolutely no resistance on Kashyyyk, even you should have no problem with this simple task. Ezekkel az egységekkel el kell foglalnom Kashyyykot. Drag the fleet icon to the space slot above a planet. Once your fleet is in orbit above Kashyyyk, you can then drag them to the surface of the planet to capture it. Mission log. Először ide kell, és most kell ide. Transmission received. És innen ide. Planetary control achieved. Jó. Capturing Kashyyyk has increased the total number of units that you can build, as well as the number of credits that you collect. Ú, napi 1010-et kapok. Az jó. Kashyyyk and Nal Hutta, increasing the total number of credits generated by the connected planets. Trade routes also increase the movement speed of any friendly fleets traveling along their path. Now that we control Kashyyyk, we can use our newfound credits to improve our assets on Nal Hutta. See to it at once. Na nézzük csak. Your space station will make it a stronger defensive structure, and will also allow you to support more units. Switch to space production mode by selecting the space production tab. Then build a space station by clicking on the space station icon. Mission log. Na úgyhogy egy űrállomás kell építenünk. Meg is van. Unlike those vile rebels, we do not poach technology from others, nor do we kidnap scientists. Construct a research facility and begin research on technology level 2. Na, van itt kétféle űrhajó. All Empire-based technology is dependent upon the presence of base structures, known as research facilities. Switch to land production mode by selecting the land production tab. Then build a research facility by clicking on the research facility icon. A földi egységekhez kapcsoltak, vagyis hogy úgy érte, hogy itt vannak a földi egységek, és csinálunk egy ilyen research, az ilyen kutatásos építményt, és ezzel kutatunk. Construction complete. Upgrading your technology level will provide you with access to new units, structures, and upgrades. Switch to land production mode by selecting the land production tab. Then upgrade your technology level by clicking on the upgrade technology icon. Mission log updated. Na, akkor ezt upgrade-elem, azaz fejlesztés növelése. Most fejlesztek. Puff. Na, most, hogy fejlesztettem, több épület van most itt a listában. Csempész van Nal Hutta-ban. In this case, the credits generated at Nal Hutta have been reduced by the presence of an enemy smuggler. Úgyhogy a csempész ellen egy fejvadászt indítunk, vagy csinálunk. That can be used to neutralize enemy hero units. A bounty hunter is available on Nal Hutta because a Hutt palace is present on this planet. To neutralize the enemy smuggler, drag the bounty hunter to the neutralize hero slot located on Nal Hutta. And then select the unit to be neutralized. Na nézzük csak. Ha ezt a fejvadászt ide teszem, akkor meg ez semlegesíti a csempészt. Ja. Ja, hogy várj csak. Lehet, hogy több egység van.
Nézzük csak. Nem lehet görgökkel. Jó, azt tudom, hogy semlegesíteni kell. De csak ide tudom, de ez lehet, hogy több egység. Centrál. Ja, igen, bocsánat, elnézést. Erre kell rá mennem, és egy bal klikkeléssel. Jó, oké, semlegesítettük a csempészt. Most ez is vibrál. Érdekes, meg ez is. Ez elég zavaró, nem tudom, hogy miért csinálja. The Empire must use probe droids. Whenever probe droids are deployed to the surface of a planet. Ez az lenne a kérdésem, hogy miért villognak a bolygók. Nem tudom miért. Probe droidot csinálok, és azt ide rakom, hogy kémkedjen. Kalózokat talált. Na akkor még egy probe droidot, és most ide küldök egy probe droidot. Kémkedjen. De víjognak ezek a bolygók. De szabadulok nekem. Jó. Na az a lényeg, hogy meg kell semmisítenünk ezeket. Whenever bomber units are positioned in orbit above an enemy planet, bombing run attacks may be used while you were involved in a land battle at that planet. Mission log updated. Na úgyhogy bombázókat kell. Unit in production. És még egyet. Cruiser online. Constructing. Még egyet. Úgyhogy két ilyen cruisert csinálok. 23 lehet a maximum. Once that limit is reached, you cannot create new units until more planets are acquired. Az a lényeg, hogy ez csak akkor növekszik meg a nép, vagyis hogy a az egységeim száma, ha egyre több bolygót foglalok el, és azzal növelem. You must have access to an officer academy in order to recruit a field commander. Switch to land production mode by selecting the land production tab. Land. Then build an officer academy and field commander by clicking on the appropriate icons. Földi egységek itt vannak. És akkor ez egy akadémia. Building under construction. Jó, csináltam egy ilyet, és van egy nagyon jó parancsnokunk. Egy ilyen kis hős, minor, hero class. És akkor van egy parancsnokunk. Awaiting your orders. Jó. Yes, good. All of the necessary components are finally in place. The rebels won't know what hit them. And Ryloth will be mine. Jó, hát ez lett volna így. Folytatni fogjuk, de majd csak a következő
videóban most 4 darab tutoriált csináltunk meg, és a következő 3-at azt majd így a másik videóban fogom folytatni. Úgyhogy remélem eddig így tetszett nektek így ez a játék. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!